Üdvözlöm az ötödik eseket, Én Jószics Márta vagyok, a Szabadkai Jóan Jolánovic Májáltános iskola matematika tanára. Ma a halmazokat folytatjuk. Halmazok megadásával foglalkozunk úgy, hogy az elemeinek a tulajdonságát ismerjük. Eddig megtanultuk, átmeséltük azt, hogy hogyan adhatjuk meg különböző módokon a halmazokat. Eddig tudjuk, hogy megadhatjuk az elemeinek felsorolásával, mint itt a, az első halmaznál látjuk. A-nak neveztük a halmazunkat, azt mondtuk nagybetűkkel jelöljük, zárójelek között föl vannak sorolva az elemei. Ez egy korrektül megadott halmaz, pontosan tudjuk, hogy melyik elemek tartoznak bele. Másik módja, hogy vendiagrammal adjuk meg, azaz rajzolunk egy zárt vonalat, és bele... Fogjuk írni, felsorolni a halmaz elemeit. Igen, ám, de sokszor előfordul az, hogy a halmaznak nagyon sok eleme van, vagy végtelen sok eleme, és ezeket nem tudjuk mind ilyen módon szemléltetni. Ezekben az esetekben fordulunk a harmadik lehetőséghez, azaz, hogy leírjuk az, elemek, az elemeknek a tulajdonságát. Azt, hogy például az A halmaz a természetes számok első négy számából áll. Ezt leírhatnám így szavakkal is, teljesen korrekt lenne, hogyha kapcsolzárójelek közé írnám, viszont ezt megértjük mi, akik magyarul tudunk beszélni. Ezért szoktunk matematikai jeleket használni, mert akkor azt bárki, bármilyen is az anyanyelve pontosan tudja, hogy mit szerettünk volna mondani. Hogy tesszük ezt meg? Áhalmaz, egyenlő kapcsolzárójel minden úgy, mint eddig, és azt mondom, hogy az álhalmaz olyan x elemekből áll. Vagyis fogok egy betűt, ami majd számokat takar, ugye, ami mögé tehetek akármilyen számot. Ezek az x elemek olyanok kell, hogy legyenek. Az x után jön egy függőleges vonal, amit úgy olvasuk, hogy olyan, hogy, vagy olyan kell, hogy legyen, hogy. És utána írom a tulajdonságot. Mi a tulajdonság? Hogy x eleme ennek, az n-ről már, már, tudjuk, hogy a természetes számok halmaza, tehát x a természetes számok közé tartozik, és x kisebb vagy egyenlő, mint 4. Ha ezt mind tudom róla, tehát olyan számokat keresek, hogy az természetes szám legyen, és kisebb vagy egyenlő, mint 4, akkor pontosan ezt az első négy számot fogom kapni. Ugyanezt persze fölírhattam volna másik módon is, ugyanazt jelenti a kettő, múltkor beszéltünk ezekről a kisebb-nagyobb jelekről, ha azt mondom, hogy az elhalmaznak az elemei olyan x nevű számok, hogy az az x természetes szám, és kisebb, szigorúan kisebb, mint 5. Az, hogy kisebb, mint 5, ugye pontosan ugyanazt jelenti a természetes számok esetén, mint hogy kisebb vagy egyenlő, mint 4. Az 5-nél kisebb számok az 1, 2, 3, 4. Ez az általános módja a halmaz megadásának, mert így ilyen módon matematikai jelekkel leírva mindenki meg fogja érteni. Nézzünk erre egy-két példát. Ha a B halmazunk, adott úgy, hogy olyan számok tartoznak bele, tehát P számokból áll úgy, hogy, vagy a p olyan számok, hogy P eleme ennek, tehát megint természetes számok, és a P a 4 és a 7 között van. Olvashatom úgy, hogy a 4 kisebb vagy egyenlő, mint P, ami kisebb, mint 7, vagy hogy a P a 4 és a 7 közé tartozik. Itt odafigyelünk arra, hogy a P nagyobb vagy egyenlő, mint 4, itt van egyenlőségjelünk, a jobb oldalon nincs egyenlőségjelünk. Tehát a 4-es beletartozik a halmazunkba, a 7-es nem. Vagyis a B halmaz elemei a 4, 5 és a 6. Második példánk, Hány eleme van annak a C halmaznak, amit itt megadtunk? Nézzük meg látszólag, hány eleme van: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viszont beszéltünk arról, hogy a halmazokban az elemeket nem írjuk le többször, tehát az ismétlődő elemek egynek számítanak, mert egy és ugyanaz. Tehát az, hogy az egyes leírtuk háromszor, az attól még csak egy egyest jelent. Vagyis az a kérdés, hogy hány különböző elemünk van ebben a halmazban, 1, 2, 3, 4, 5. Ezt a halmazt föl kellene írnunk az elemeinek a tura, tulajdonságáival. Hogy fogjuk ezt megtenni? Azt mondtuk, hogy az értéke ennek a C halmaznak az elemei az egy, 2, 3, 4, 5. Tehát ezt kellene meghatároznunk, ezt az öt számot valamilyen módon. Hát azt mondjuk, hogy ugyanúgy, mint eddig. Olyan, most neveztük A-nak, teljesen mindegy, milyen betűt írunk ide, olyan A elemekből áll, hogy, a eleme a természetes számok halmazának, és az 1-től az 5-ig mennek ezek a számok. Vagyis az A, az 1 és az 5 között van, úgy, hogy az 1-es is és az 5-ös is beletartozik, mert egyenlőségjeleket írtunk. Vagy elég, ha csak azt mondom, hogy A eleme a természetes számok halmazának, és az A kisebb vagy egyenlő, mint 5, mert tudjuk, hogy a természetes számok halmaza az 1-essel kezdődik, tehát tulajdonképpen ezt az első 1-est nem is muszáj kiírnunk. Harmadik példánk azt mondja, hogy kössük össze az egyenlő halmazokat. Vagyis jobb oldalon elemeinek felsorolásával vannak megadva a halmazok, bal oldalon leírva a tulajdonságok, meg kell találnunk, hogy melyikhez melyik való. Na próbáljuk meg. X páros szám, és x a 3 és a 11 között van. Tehát, ha onnan kezdjük, hogy páros szám kell, hogy legyen mindegyik, akkor számításba jöhet nekünk az első a második, harmadik, negyedik, ezedik, tehát bármelyik. Viszont az x 3 és a 11 között kell, hogy legyen. Nincs egyenlőségjelünk sehol, egyik oldalon se, vagyis gyakorlatilag melyik számok jöhetnek számításba? A 4, a 6, a 8 és a 10. 4, 6, 8, 10, tehát ez a második lesz a jón. Ugyanígy fogjuk végigkövetni az összes többit. Mindenütt úgy kezdődik, ugye, hogy páros szám itt a kettes lehet, a tizenkettes nem lehet. Nézzük, kettes jöhet, ez a két lehetőségünk van. Tizenkettes nem, tehát ez a harmadik kiesik, ezért látjuk is, hogy az első a jó válasz. Kettes lehet, kisebb vagy egyenlő, mint 13, tehát elméletileg a 13-ig mehetnénk, de csak a párosok kellenek, úgyhogy a 12 fejezzük be, de a kettes nincs benne, tehát ez az alsó a jó, és akkor marad természetesen az utolsóra a harmadik sorban. Nagyon alaposan át kell gondolni, hogy mit olvastunk itt le, jól átgondolni, hogy melyik jel mit jelent pontosan, és akkor biztosan, hogy tudni fogjátok ezekkel összekötni. Most beszélgessünk egy picit az egyenlő halmazokról. Eddig azt már megtanultuk, hogy a halmaz, halmazokat ugye az elemei határozzák meg. Azt is tudjuk, hogy az elemeket nem kell többször leírni, és hogy az elemek sorrendje sem számít. Mikor mondhatnánk azt, hogy két halmaz egyenlő? Hát akkor ez alapján, amit az előbb elmondtunk, csak akkor, hogyha egyforma elemek vannak bennük. Konkrét definíció, azaz meghatározás azt mondja, hogy az A és a B halmaz akkor egyenlő, ha az A halmaz minden eleme, egyben eleme a B halmaznak is, és fordítva. Tehát, ha egy bizonyos elem benne van az A halmazba, benne kell, hogy legyen a B-ben is, és nem lehet több egyikben sem, mint a másikban. Tehát csak és kizárólag ugyanazok az elemek szerepelhetnek az egyikben is, meg a másikban is, ahhoz, hogy egyenlőnek tekintsük őket. Tehát például valamilyen meséből kaptunk egy q kúhalmazt, amelyiknek az elemei az egyes, a kettes, meg a nulla. Egy másik esetben meghatároztuk a T halmazt, ahol az elemek a kettő, a nulla és az egy. Nincsenek az elemek duplán írva, viszont a sorrendjük nem, nem pontosan egyforma, de tudjuk azt, hogy ha az elemek ugyanazok, akkor ez nem számít semmit, tehát a két halmazt egyenlőnek tekinthetjük. Egy másik új fogalom a részhalmaz fogalma. Azt mondjuk, hogy ha az A-halmaz minden eleme egyben eleme a B-halmaznak is, akkor az A-halmaz részhalmaza a, részhalmaz a B-halmaznak. Próbáljuk meg ezt egyszerűbben megfogalmazni, de lehet, hogy a legegyszerűbb, hogyha itt ezt a Venn-diagramot, a rajzot nézzük. Adott egy B-halmaz, ami ez a nagyobb halmaz, és ezen belül meghatározok egy kisebb halmazt. Azaz, a B-halmaz bizonyos elemei egy külön halmazt alkotnak akkor nevezem azt, hogy, azt úgy, hogy részhalmaza, vagyis egy része a B-nek. Alapkövetelmény csak annyi, hogy a kisebb halmaz, tehát a részhalmaz minden eleme benne kell, hogy legyen a nagyobb halmazban, és nem lehet ezen fölül más eleme. Ennek a jelölése ez az elfektetett U betűre hasonlító jel. És úgy olvasom, hogy A részhalmaz a B-nek. És itt alatta felsoroltam egy pár jelölést, amelyik gondolom, hogy az eleme nem eleme jelzésből már látjátok, hogy ez a nem részhalmazát jelenti. Ez ugyanaz csak fordítva, ez csak azt akarja jelenteni, hogy a B a nagyobb halmaz, és a B tartalmazza az A halmazt. Persze ezt olvashatom jobbról balra is, és simán azt mondom, A részhalmaz a B-nek. Vagy egy ilyen jel Ugyanúgy, mint a kisebb-nagyobb jelnél, amikor oda az egyenlőség jelet is, ez azt akarja mondani, hogy az A részhalmaza a B-nek, tehát A minden eleme benne van a B-be, de megengedjük azt is, hogy ők esetleg egyenlőek. És ugyanúgy a nem az áthúzott, hogy ez nem történik meg. Amikor nincs engedélyezve az egyenlőség, tehát simán ez a jelzésen van, az azt jelenti, hogy az A valódi részhalmaza a B-nek, tehát ez az eset áll fönn, hogy az an fölül, an túl a B-nek van még valami, néhány eleme. És akkor gondoljuk át a következő szituációt. A részhalmaz a B-nek, tehát az A minden eleme benne van a B-ben, és ugyanakkor a B is részhalmaz az a -nak. Hogyan lehetséges ez? Hát csak is akkor, hogyha ők egyformák. Nézzünk egy példát, egyszerűbb lesz, azt hiszem adott legyen az A halmaz, ami a kas szó betűinek a halmaza. K a, S. A B halmazt alkossák a sak szó betűi. Hát van S, A, K, K betűnk, de a K kétszer jelenik meg, ami nekünk tulajdonképpen nem fontos. Úgyhogy, ha megnézem a B halmaz, tulajdonképpen ezek az elemek tökéletesen megegyeznek az A halmaz elemeivel úgyhogy az A rész e ugyanakkor a halmaz, és ugyanaz a halmaz, mint a B halmaz, viszont simán mondhatom, hogy mivel A elemei ugyanakkor a B-nek is elemei, akkor a meghatározásunk szerint A rész halmaz a B-nek, és fordítva is, mert a B minden eleme egyben eleme az A-nak is, tehát B is rész a az A-nak. Pontosan látjuk, hogy ez a két halmaz megegyezik egyenlő. Nézzünk pár példát ezekre kérdés egyenlőek -e a következő halmazok? Adott az U halmaz, V halmaz, dupla V halmaz, szerintem mindenki látja, hogy igen. A V halmaz annyiban különbözik, hogy duplázódnak az elemek, a dupla V halmazba pedig csak a sorrend más. Most az elemek számát kell meghatároznunk, megint csak úgy, hogy tudjuk az előzőeket. Az A halmazban Három darab különböző elemünk van. Nem is számoljuk azt, hogy melyik hányszor jelenik meg, az a fontos, hogy hány különböző elemünk van. Három, tehát az A egy három elemű halmaz. A B szintén, és a C. A C-ben négy különböző elemünk van, tehát négy elemű halmazról van szó. Írjuk fel matematikai jelekkel azt a mondatot, hogy a 19 természetes szám. Mert ha én ezt így elmondom magyarul, ugyanaz a mese, mint az előbb, nem biztos, hogy valaki más is megérti. Hogyan fogjuk ezt fölírni? Természetes szám, természetes számok halmazát, ezzel a megvastagított N betűvel jelöljük. 19, mint szám, eleme ennek a halmaznak, tehát az eleme jel használatával így, ilyen módon bárki érti, hogy mire, mire gondoltunk. Most adott egy halmaz, amelyiket az elemek tulajdonságával írtunk föl. Tehát olyan Q elemeket keresünk, hogy az természetes szám és kisebb, mint 6. Természetes szám, tehát egytől indulunk, 1, 2, 3, 4, 5, és itt megállunk, mert kisebb kell, hogy legyen, mint 6, nincs jelünk. most nézzük a részhalmazt. Azt mondtuk, hogy részhalmaza az egyik halmaz a másiknak, hogyha annak a halmaznak minden eleme, egyben eleme a másiknak is. Feladatunk az, hogy az adott K három elemű halmaz összes részhalmazát fölírjuk. Nézzük, milyen részhalmazok léteznek. Miből tudnánk mi itt részhalmaz csinálni? Legelőször is üres halmaz. Üres halmazról a múltkor beszélgettünk, azt mondtuk, hogy üres halmaznak nevezzük azokat a halmazokat, amelyiknek nincs egyetlen egy elemesen. Tehát, hogyha elképzelem azt a Venn diagramot, amiben az elemek vannak felsorolva, én abban biztos találok egy olyan kis helyet, amit be tudok úgy karikázni, hogy nincs benne semmilyen elem. Tehát az üres halmaz biztos, hogy részhalmaza akármelyik halmaznak, úgyhogy mindig ezzel kezdjük. Következő mi lehet? Az, hogy egyenként ezeket az elemeket külön veszem. Tehát, ha egy olyan halmas csinálok, amiben csak az egyes van, biztos benne van a kába. Csak a kettes, csak a hármas szintén. Következő, amit tehetek, hogy kettessével fogom össze az elemeket, vagyis most két elemű részhalmazokat csinálok. Két elemű részhalmazokat csinálhatok úgy, hogy az egyes kettes, egyes hármas és a kettes hármas kerülnek párba. Ezután már csak maga a K halmazon marad, ugye a három elemű mivel az előbb azt is láttuk, hogy ő saját maga is részhalmaza lehet önmagának, ezért ezt a három elemű halmazt is bevesszük a sorba. Úgyhogy ebben az esetben most minden részhalmaza itt áll a táblán. Nézzük most, hogy az adott Venn-diagramról le tudjuk-e olvasni, amire szükségünk van általában sokkal könnyebb, ugye, ha látunk valamit, és ha lerajzolva látjuk. Az adott Venn-diagram alapján a feladatunk az, hogy felírjuk az A és a B halmazokat, majd megállapítsuk, hogy melyik állítás az igaz, hogy a B rész halmaza az A-nak, A rész halmaza a B-nek, vagy az A pontosan egyenlő a B-vel. Hát gondolom, hogy ha ránézzünk a rajzra, innen már látszik, hogy a B az, amelyik benne van az A-ba, tehát az biztos, hogy a B lesz rész az A-nak, egyenlőség nincs, A sem lehet része a B-nek, mert ő a nagyobb. De föl kell írnunk még az áhalmazt is, akkor azt fogom csinálni, hogy akár az ujjammal körbesétálok, akár csak ránézésre, azt a kört figyelem, amelyikhez az A betű van írva, ezen belül minden egyes elem az halmazhoz tartozik. Vagyis egy, 2, 3, 4, 7, minden. Ha a B-t kell fölírnom, akkor csak a B Zárt vonalát nézze, a b belül csak az egyes meg a négyes van, úgyhogy megvan a B-halmazunk is. És most egy pár kérdés. halmaza e az A-halmaz, ugye mivel az A betű kapcsol, közé van írva, ez az A-halmaz. A elemet tartalmazó halmaz. Ennek az A-halmaznak. Kicsit furcsán néz ki, nem tévedés az, hogy két kapcsos jelünk van itt egymás mellett. Ennek az A-halmaznak az egyik eleme egy A-halmaz. Tehát nyugodtan lehet halmaz, halmaznak az eleme. Ez a halmaz az egyik eleme, a másik eleme a B betű, meg a C betű. Úgyhogy, ha a kérdés így hangzik, hogy részhalmaz-e, akkor a válaszunk nem, mert ez egy halmaz, amelyik ugyanakkor az A-nak eleme. Mivel eleme nem lehet részhalmaza. Tehát azért nem a válasz, mert az A halmaz, ez amiről beszélgetünk, eleme az A halmaznak. Részhalmaz akkor lenne, hogyha én ezt dupla zárójelbe tenném. Tehát az a halmaz lenne részhalmaza, amelyik ezt a halmaz tartalmazza. Ez most egy kicsit kacifántosan hangzik, de remélem, hogy világos. Most a feladatunk, hogy eldöntsük, hogy eleme, nem eleme, részhalmaza, mikor mi a tehát az előbbi alapján, hogy mikor, melyik jelet kell használnunk. Nulla és az üres halmaz. Ha üres halmaz, akkor abban nincs semmi, tehát a nulla csak eleme lehetne, de mivel üres, ezért nem eleme, ezt a jelet fogjuk beírni. B esetben kérdés az, hogy a kettő milyen viszonyban áll, ugye ezzel az adott halmazzal. A kettes, mint szám, mivel nincsen zárójelben, ezért csak egy elem lehet. Tehát megint csak az a kérdés, hogy itt van vagy nincs. Itt megint csak a kettes tartalmazó halmaz a része az adott halmaznak, úgyhogy itt megint csak a nem eleme jelet írhatom be. Részhalmaz. És egy másik halmaz között milyen viszony lehet? A részhalmaz nem elem, hanem egy halmaz, ugye? Tehát részhalmaza, mert az üres halmaz minden egyes halmaznak részhalmaza. Ebben az esetben az a kérdés, hogy az egyet tartalmazó halmaz, mert zárójelben van, milyen viszonyban áll az egy-három halmazzal, mivel most ez halmaz, ez és része ennek a nagyobb halmaznak, ezért itt a részhalmaz jelet használjuk. Üres halmaz és a nullát tartalmazó halmaz között milyen áll, összefüggés állhat, azt mondtuk, Opa. hogy az üres halmaz, mivel halmaz csak részhalmaz lehet, és talán itt a legfontosabb, az egyet-kettőt tartalmazó halmaz, ebben az esetben eleme lesz ennek a nagyobb halmaznak, mert benne van. Az egyik elemét képezi, a másik elem ennek a halmaznak a háromas. Ehhez hasonló játék, meg kell határoznunk az ismeretlen X értékét. Most adottak ezek a részhalmazok, az a kérdés, hogy melyik elem hiányzik. Tehát ahhoz, hogy ezek igaz állítások legyenek, az a kérdés, hogy milyen, mit kellene az X helyre tennünk. Ez egy halmaz, amelyikben az egyes és az ötös ös van, meg egy nagyobb halmaz, hát ahhoz, hogy ez részhalmaza legyen, ebben az 5 benne kellene lennie, ugye? Tehát egy ismeretlenünk van, ide csak is 5 írhatnánk. Mi a helyzet itt? Mit írhatnánk itt az X helyébe, hogy egy egyelemű halmaz részhalmaza legyen az 1, 2, 3-nak, elemeket tartalmazó halmaznak? Hát akár az 1-est, akár a 2 akár a 3 én pont az 1-est írtam. X részhalmaza az 1, 2 tartalmazó halmaznak. Mi lehet az X ahhoz, hogy részhalmaza legyen, de csak is az üres halmaz, mert nincs halmazárójában, tehát egyik elemet sem írhatom, mert az eleme lenne. Így csak is az üres halmaz jöhet számításba. Nagyon hasonlóan az előzőekhez, egyes mellett egy x-számot x tartalmazó halmaz, két elemű halmaz kell, hogy részhalmazza legyen ennek, hát mit írhatnánk be, gyakorlatilag a 2, 3, 4 közül, ugye bármit, beírtuk a hármast. És az utolsó esetben egy olyan halmazunk van, amelyiknek a két eleme olyan fölállásban van, hogy az egyik a másiknak a duplája. Tehát ezek között olyan számokat kell keresnem, hogy az egyik a másiknak a duplája, az pedig a kettes meg a négyes, úgyhogy ide csak a kettest és a négyest írhatjuk, és így meg is oldottuk a feladatainkat. Köszönöm szépen!